Sok szeretettel köszöntelek, én Kálmán Tamás vagyok, és ebben a videóban arról lesz szó, hogy miért kell naponta angol nyelvű filmet nézned ahhoz, hogy jól beszélj angolul. Nos, ha érdekel téged az önálló angol tanulás, akkor iratkozz fel erre a csatornára, és hogyha szeretnéd egyszer és mindenkorra megérteni az angol nyelvtant és letenni a középfokú angol nyelvvizsgát, akkor nézd rá a tréningjeimre lent a videó leírásában. És akkor vágjunk is bele a mai témánkba, tehát miért kell naponta angol nyelvű filmeket nézned, hogy jól beszélj angolul. Nos, én tudom, hogy nagyon sok diáknak álma, hogy folyékonyan beszéljen angolul, bátran merjen egy angol nyelvű beszélgetést kezdeményezni, és ne kelljen rettegnie, hogyha angolul kell megszólalnia az iskolában vagy a munkahelyén. Nagyon sokan azt hiszik, hogy az angol beszédet kizárólag egyetlen módon lehet gyakorolni, hogyha a diák beszél. Ugye ez elég logikusnak tűnik. Tehát beszél a tanárral, a diáktársaival, a családtagjaival, otthon, egy szóval mindenkivel, aki él és mozog a közvetlen környezetében. Azonban ez az állítás nem teljesen igaz. A beszédet úgynevezett nyelvi mintákon keresztül lehet a legjobban megtanulni. Tehát még egyszer mondom, ahhoz, hogy folyékonyan beszélj, ahhoz nagyon sok angol nyelvű mintát kell látnod és hallanod. Ezeket azután elraktározod az agyadban, és szükség esetén vissza tudod adni őket egy kommunikációs szituációban. Nos, akkor nézzük meg a következő pontot, miért nem hatékony az iskolai nyelvoktatás? Nos, az angol tanulmányait során egészen biztosan voltál már listening feladaton, tehát volt már szövegértési feladatod az órán. Mi történik itt? Egy szöveget hallgatsz végig CD-ről, ideális esetben mondjuk kétszer, és ebből kell kiszűrnöd lényeges információkat, esetleg válaszolnod kell a szöveggel kapcsolatos kérdésekre. De ebben a gyakorlatban te nem látod a beszélőket, nem látod az egész kommunikációs helyzetet, nem látod az arcjátékot, nem látod a testbeszédet. Egy szóval nem látod magát a kommunikációs szituációt. Tehát ez ebben a formában sajnos nem egy ideális minta, amit te lemásolhatsz. Mi akkor a teendő? Nos, borzasztóan egyszerű a válasz. Nézz minél több angol nyelvű filmet. Én már egy egész sorozatot készítettem arról, hogy hogyan tanulj hatékonyan angolul filmekből. Ezeket megtalálod fönt a kártyán, ezeket most nem fogom még egyszer megismételni. De én a kezdő nyelvtanulóknak mindenképpen azt javaslom, hogy naponta, minden egyes nap, egy héten hétszer nézzenek angol nyelvű filmeket, hogy minél több nyelvi mintával és valós kommunikációs szituációval találkozzanak. Biztosan neked is van kedvenc filmed, vagy vannak kedvenc filmjeid, amiket 5-ször, 10-szer, 50-szer, vagy akár még többször láttál. Valószínűnek tartom, hogy ha akarnád, egész jeleneteket tudnál kívülről idézni ebből a filmből, vagy ezekből a filmekből. Sokan tudjátok rólam, hogy én nagyon nagy Csillagok háborúja rajongó vagyok, és itt most a klasszikus, a régi Csillagok háborúja trilógiáról beszélek. Én gyerekkoromban olyan sokszor láttam ezt a klasszikus Star Wars trilógiát angolul, hogy egyszer egy szünetben elmondtam egy 5 perces jelenetet az egyik részből az angol tanáromnak, tele olyan nyelvtani szerkezetekkel, amiket még nem vettünk az órán. Miért? Mert imádtam ezt a filmet, rengetegszer láttam, és ezeket a kommunikációs szituációkat jól elraktároztam az agyamban, és képes voltam utána ezeket visszamondani. Na most ugyanez a helyzet mindenféle angol nyelvű filmmel. Egy szóval, ha te folyékonyan szeretnél beszélni, akkor ezt a lehető leggyorsabban úgy tudod megtenni, ha minél több angol nyelvű filmet és angol nyelvű tartalmat nézel. Úgyhogy kezd el ezt a módszert még ma. Nos, a videó végén köszönöm a figyelmet, remélem, hogy hasznosnak találtad.
Kérlek, hogy oszd meg ezt a videót barátaiddal és ismerőseiddel, hogy ők is tudjanak belőle profitálni. Még egyszer köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!